kész szünetet kötni Volodymyr Zelenszkij a jelenlegi frontvonal mentén anélkül, hogy elismerné a kelet-ukrán területek elvesztését, amennyiben Washington garantálja Ukrajna biztonságát, az Európai Unió pedig soron kívül felveszi tagjai sorába. Állítja a Corriere la Sera a cikk szerint Zelenszky európai körútja azt mutatja, hogy garanciákat keres az EU-ba való gyors felvételre. Kiev arra számít, hogy 2025-ig befejeződik a katonai konfliktus Moszkvával. Ezt már Volodymyr Zelenszky mondta a Horvátország-Ukrajna dél-kelet-európa csúcs találkozón. Hangsúlyozta, hogy erre reális esély van. Szakértővel megyünk tovább. Így van, és ezzel kezdünk, amivel te befejezted Somkuti Bálintal a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet kutatójával. Jó napot kívánok! napot kívánok. Valóban Horvátországban Zelenszki elnök azt mondta, hogy szerinte reális esély van, azt hiszem így fogalmazott egészen pontosan arra, hogy jövőre befejeződjön a háború. A kérdés az, hogy valóban van rá valódi esély? Mitől függ ez, vagy miért mondhatta ezt az ukrán elnök ön szerint? Üdvözlendő fordulat az ukrán elnök kommunikációjában, aki nagyon sokáig arról beszélt, hogy addig nem érhet véget ez a küzdelem, amíg Ukrajna vissza nem szerezte az összes területét. Nyilván az ő szempontjából igaza is van ebben egyébként, csak a realitások nem ezt mutatják. És az, hogy erről nyíltan elkezdett beszélni, és később arról is beszélt, hogy milyen feltételekkel lehet ez a háború befejezve, vagy hogy, hogy fejeződhet be jövőre, ezzel azt mutatja, hogy valóban megindult az a fajta változás, ami a háború lezárásához szükséges. Az érdekes kérdés lehet, hogy arra gondol el, amikor azt mondja, hogy milyen feltételek mellett lehet befejezni ezt a háborút, mármint ukrán szempontból, akkor arról van ez szó, amiről az említett Coriere de la Nevezetesen, hogy idézem a lapot, kész tűzszünetet kötni Volodymyr Zelenszky a jelenlegi frontvonal mentén, anélkül, hogy elismerné a kelet-ukrán területek elvesztését, amennyiben Washington garantálja Ukrajna biztonságát, az Európai Unió pedig soron kívül felveszi a tagjai sorába. Mennyire tartja ezt a forgatókönyvet reálisnak, esélyesnek? Ez um, abból a szempontból üdvözlendő, hogy elmozdulást mutat a korábbi rendkívül mereválláspontjából az ukrán elnöknek és az ukrán vezetésnek, abból a szempontból kevésbé szerencsés, hogy ebbe az orosz fél valószínűleg fog belemenni. Tehát, hogy a, a Trump elnök mondta az Zelenszky elnöknek a közös sajti alkalmával, hogy a tangóhoz két ember kell. Tehát egy ilyen megállapodáshoz is gyakorlatilag két félnek az egy, beleegyezésére, jóváhagyására van szükség. Ebben az esetben nem látni, hogy Oroszországot mi kényszerítené arra, vagy mi motiválná arra, hogy ezt az ukránok rendkívül kedvező megállapodást elfogadja. A Tangóz két ember, kedves, mindegy, hogy kikéri fel a másikat. Igen, ez egy, ez egy másik szempont, hogy ki az, aki vezet a páros közül. Tehát onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy hogy van egy olyan szituáció, amiben egy egyetértése van szükség, akkor mondjuk ebben az esetben az a saját ö, határozatát kéne visszavonnia arról, hogy nem tárgyalhat Putyin elnökről, hiszen egy elnöki határozatban tiltotta meg az ukrán vezetésnek, hogy az orosz vezetéssel tárgyaljanak. Már a NATO új főtitkára mondta azt a minap, hogy Ukrajna a legkeményebb télenészet szembe Oroszország inváziónál 2022. február 24-i kezdete óta, mivel ugye Moszkva továbbra is támadja erősen az ukrán infrastruktúrát, itt nagyon komoly áramszünetek jöhetnek, azt mondják, hogy napokig, sőt akár lehet, hogy hetekig nem lehet áram például Ukrajnában a támadások kapcsán. Hát és valóban ugye Ukrajna a harmadik teljes teléhez közeledik most már háborúban, és azt lehet látni, hogy valamelyest, mintha lanyhulna legalábbis a hírek szerint a nyugati támogatás, és a konfliktus végese látszik egyenlőre. Ezeknek a tényeknek az ismeretében mire lehet számítani ön szerint a következő időszakban? De azok a folyamatok, amelyek megindultak, hogy például a, a megacsúcsnak tervezett Rammstein találkozó elmarad, az Amerikai Egyesült Államok támogatása az elnökválasztás kimenetétől függően is valószínűleg csökken, vagy attól függetlenül is csökkenni fog. Az európai államoknak a kezdődő fáradtsága, amely nem csak a lakosságban, hanem a gazdaságban is egyre inkább kezd jelentkezni. Mert az ukrán hadseregnek az élőerő problémái, az a egyre csökkenő mennyiségű hadi amit Ukrajna kap, és alapvetően nehéz technikáról beszélek, a repülőgépekről, harckocsikról, önjáró amelyek a háborúban elkezdően fogynak, eszköznek számítanak, ezek mind azt mutatják, hogy ez a háború nem folyhat a végtelenségig. Ugye? Én többször próbáltam megjósolni a háborúnak a végét katonai szempontból megközelítve a kérdést, egyszer sem találtam el, úgyhogy innen, innen, nem próbálkozom vele többet, de az biztos, hogy a tendenciák egyetlen Ukrajna ellen szólnak. Hát a NATO főtitkár próbálkozik vele, próbált is sőt, ő egész komoly tette ezzel kapcsolatban kapcsolatban ha, hallottunk már ilyet, nem biztos, hogy már Ruttétól, de most ő mondta azt, hogy minél jobban támogatják, minél több katonai támogatást adnak Ukrajnának, annál gyorsabban fog véget érni ez a háború, mondta ő a minap Brüsszelben, és azt is mondta, hogy fokoznia kell a szövetségeseknek, mármint a NATO szövetségeseknek Ukrajna katonai támogatását. Ezt 2022 elején meg megtenni. Tehát utólagos bölcsessége már látszik, hogy ha Ukrajna azokat a felszereléseket megkapta volna, amiket csöpögtetve így vagy úgy megkapott az elmúlt két és fél évben, akkor sokkal jobban állna a fronton, de nem kapta meg. Tehát a nyugati kormányzatok álláspontja is nehezen érthető, mert ha az Ukrajna támogatása a cél, és minél több ukrán terület megőrzése az orosz agressziótól, akkor ezeket a felszereléseket nagyon hamar kellett volna adni nekik, és minél, nagyobb, minél gyorsabban és minél nagyobb mennyiségben. Ez a fajta megközelítés, ez azt a fajta ö, magyarázatot erő amelyben a cél nem Ukrajna támogatása, hanem Oroszország gyengítése, amiről több politikus is beszélt. De ebben az esetben Ukrajna csak egy eszköz. És megvan az a veszély, és megvan az a reális esély, hogy egy eldobható eszköz. Na pont erről beszélt egyébként a minap egy ukrán volt egykori tanácsadó, Leonid Kucsma volt ukrán elnöknek a Tanácsadó pont azt mondja, hogy Amerikának kell vonja a figyelmét, pontosabban már nem annyira foglalkozik Ukrajnával, mint korábban, nem annyira bőszen, hiszen ugye ott a közel konfliktus, és sokkal inkább fog azzal foglalkozni a következő időszakban, mint Ukrajnával. Osztja ezt a véleményt? Ez egyértelműen ez egyértelmű. így van. Emlékszem, Jake Sullivan mondta azt, hogy ha, ha történik valami Izraelben, és történik valami Ukrajnában, akkor az egyértelműen Izrael a fontosabb. Tehát ez kerek megmondta az amerikai kormányzat, de ezt eddig is lehetett sejteni. Most nyilván a 2023. október 7-i Hamas támadást nem látta előre senki, de azóta Ukrajna egyértelműen háttérbe szorult. Tehát innentől kezdve, vagy a igencsak véges európai és nyugati hadipari kapacitásokért lassan már egy verseny folyik, hogy melyik rész, melyik oldal kapja meg. Onnantól kezdve ez Ukrajna fokozatosan romlik, és ezen a területen is. És rosszabb lesz. Érdekes, hogy említette ön is az elmaradt Remsteini NATO csúcsot. Itt korábbi hírek szerint, ugye az, azért maradt, ezt tegyük hozzá, ez a csúcs találkozó, mert Biden elnök ugye lemondta a Milton hurikán miatt, a katasztrófa helyzet miatt a németországi útját, és ezzel együtt a remsteini NATO csúcsot is. Szóval, hogy a korábbi hírek szerint ezen a csúcson beajánlották volna azt Ukrajnának a konfliktus befagyasztásáért, hogy gyakorlatilag, ha nem is kap teljes jogú NATO tagságot, de majdnem a teljes jogú NATO tagsággal biztonsági együttműködést ajánlottak volna Ukrajnának, illetve hát a nyugat ajánlott volna Kievnek. Mit gondol erről? Ez reális ajánlat lehetett volna. És a második kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mit szóltak volna ez az oroszok? A nyugat és első, elsősorban az Egyesült Államok mindent megtett nagyon helyesen egyébként, hogy elkerülne egy közvetlen konfrontációt egy másik atomhatalommal. Ebben az esetben Oroszországgal. Tehát egy ilyen garancia az lényegében azokat az orosz félelmeket igazolta volna vissza, amelyek pontosan arról szóltak, hogy Ukr Ukrajna-t NATO taggá akarják tenni, és ebben az esetben nyugati fegyverek állomásozhatnak e, Ukrán területen. Nem véletlen mondta az Vladimir Putyin egy beszéde alkalmával, hogy a ukrán Ukrajna területe mindig közelebb volt Moszkvához, mint bármilyen közel volt e, Kuba-Washingtonhoz. Tehát hogy ez egy olyan fizikai földrajzi előnyt jelentett volna a NATO-nak, amelyet Oroszország nem nagyon tudott volna ellen súlyozni, vagy legalábbis nagyon nehezen. Tehát innentől kezdve az, hogy Ukrajna NATO tag lett, ez egy tabu és egy vörös posztó az orosz vezetés szemében, és nyilvánvalóan nem fognak belemenni, hiszen a háborúnak ez az egyik követelése a NATO tagságról való lemondás, és az általuk gyakran emlegetett, de igazából nehezen meghatározható tartalma nácitlanítás. Úgyhogy ez szerintem egy nem járható út lett volna. Még egy dolog visszatérve az elmaradt találkozóra, hogy azt azért lássuk be, hogy nagyon akarta volna az amerikai vezetés, megoldhatta volna a jelenlétet. Ha nem az alelnök a képen kampányol, akkor mondjuk a védelmi külügyminiszter Lloyd Austin is képviselte volna az Egyesült Államokat. Tehát meg lehet volna oldani ezt a kérdést, inkább ezt az utat választották. Érdekes, hogy miért. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.